Szép napot kívánunk mindenkinek, sziasztok! Arra gondoltunk, megkérdezzük Walter Attilát arról, hogy milyen egy edzőtábor a Viszma Lisebike csapatánál, és mivel Ati kifejezetten kedves, áll a rendelkezésünkre. Ciao, Ati! Sziasztok! Először is indítsunk azzal, hogy merre vagy te most egészen pontosan, illetve ugyanott, ugyanabban a szállodában, ahol tavaly a Jumbo Viszmával? Igen, ugyanitt vagyok Alicante környékén, Bonalbában. Mindig, ha jól tudom, már nagyjából 6 vagy 7 éve ide jön a csapat táborozni, ez Alicante-tól nem messze van. Előtte most is egy pár napot töltöttem Altea-ba, az Kálpe mellett van. Hogyha ez így valakinek többet mond, itt dobálozok ilyen spanyol nevekkel, ez Dél-Spanyolország, igazából az összes bringás csapat itt van. Egy, egy viszonylag jó hotelben, nem mondanám kifejezetten jó általában azért vagyunk itt, mert nagyon csendes és nagyon nyugodt, de ez az idei évben maradt, úgyhogy lehet, hogy sok év után jövőre már nem ide fogunk visszajönni mekkora stábbal vagytok ott a helyszínen, és ki a szobatársad, hogyha van? Ó, most nagyon nagy stábbal vagyunk igazából, itt a development team is, akik ugye még tizen, nem is tudom pontosan hány főt foglalnak magukba, mi itt vagyunk, itt voltunk teljes létszámmal, ugye a Tour de short sort leszámítva, a tegnap este ment haza egy, egy pár srác, akik majd mennek Tenerife-re edzőtáborozni, mert hát nagyon kevés lenne az a, az e közötti és a Tenerifei tábor közötti napok száma, ezért ők már hazautaztak, de, de így is vagyunk szép számmal, és, és, tényleg elképesztően sok szerelő, meg, meg masszőr, meg médiás, edző, tehát hogy azért szerintem egy rendes 50-60, talán 70 fővel is itt vagyunk, tehát elég szép számmal. És a szobatás pedig kián új Debrox volt, aki Opa! szintén ma ment haza. Na hát az pikáns, jó, róla majd kérdezlek, milyen arc így elsőre? Ne, rendes gyerek, teljesen semmi, semmi gond nincs vele igazából. Hogy képzeljük el a kiutadat? Nyilvánvalóan tudod a címet, tudod a dátumot, meg az időpontot, hogy mikor kell odaérned a szállodába, de te hogy érkezel? Csak cipő van nálad, meg személyes cuccok, és ott vár a bicó, vagy esetleg hatalmas cucca a futsz be? Hát általában a legtöbbeknek csak így van, hogy egy bőröndel utaznak, hozzák a személyes dolgaikat, fogkrém alsógatja, én mindig kicsit hamarabb érkezek, most is így volt. Harmadikán egy aerotesten vettem részt Amsterdam mellett, Alkmaarba, Velodromba. A csapat jó volt természetesen, és onnan már három-négy napra az ezelőtti tábor előtt nem utaztam haza, hanem nem akkor visszajöttem egyből ide. A, 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 decemberi és a most januári tábor előtt is Altába voltam, a a Cyclology nevű magyar új kerékpáros létesítménybe, amit, amit Lányi Tamás vezet, egy egy ö, magyar ö, úriember, aki létrehozott egy ilyen helyet, hogy, hogy a magyar bringásoknak is legyen egy ilyen ö, egyszerűen megoldható, kézenfogható hely. Elég sokan ott vannak most, a Cyclokos válogatott is, Fetterék is ott volt, ö, az új évet ott töltötte, úgyhogy én is ott voltam egy hetet decemberben, meg most is egy ilyen négy-öt napot. Úgyhogy én azért egy kicsivel több cucccel érkezem, így ilyenkor nálam van extrán a bringám. Már decemberben lehoztam Andorráról az edzőbringát, azt ott is hagytam Alteába, és az ott várt most, hogy visszaérkeztem Amsterdamból, negyedikén. És elhoztam ide az edzőtáborba magammal, itt nem ezzel edzek természetesen, hanem a, a, a már többi bringámmal, a másik bringákkal, aztán innen viszem majd vissza Andorrára, úgyhogy mivel én elég hosszú ideje nem voltam otthon, Andorán otthon, hanem, hanem ugye a karácsony természetesen otthon, Magyarországon töltöttem, már sose tudom melyiket mondjam otthonnak, már minden otthon lassan, ezért, ezért nagyon rengeteg cuccal érkeztem, úgyhogy melós is lesz majd hazacipelni, de valahogy megoldom. Mennyi cuccot meszt kaptatok 2024-re, illetve ezt neked már kipostázták Andorára, vagy itt kaptad meg az edzőtáborban? Nem, nem, az itt kaptam meg, tehát annyira nem volt ez még kész december elején úgyse használhattunk semmit, de január egyik, tehát a Team Days-en kaptam meg ugye, ami, ami, online volt követhető decemberben, ott kaptam egy óriási nagy doboz, de hát akkora volt, hogy, hogy nem tudtam vele elrepülni, úgyhogy mondtam is, hogy ezt fiatik is vissza a, a kurzba aztán majd januárban találkozok vele újra, úgyhogy így is lett, most itt, itt van mellettem egy pár méter a sarokba, itt pihen. Pár nap múlva már vége van ennek az edzőtábornak, és ha jól tudom, egy, egy autóval jut el Barcelonáig, én pedig repülök Barcelonába, és onnan pedig buszozom vissza Andorrába. a buszon el fog férni könnyedén, úgyhogy egyelőre ez a terv. Még nem kaptam meg közel minden cuccot, de, de az edzéshez azért bőven elég, ami, ami eddig van. Na beszéljünk egy picit a táborról. Hogy néz ez ki? Külön van bontva a brigád minden nap, mert nyilván így nagyon egyszerűen arra gondolnék, hogy egy koly meg egy vingegor nem ugyanazt edzi, nem ugyanazon a távon kell tekernie. Hát egyrészt igazad is van, másrészt meg nem is, mert a, főleg egy ilyen januári-decemberi alapozós edzőtáborban nyilván ez a januári már, már azért jóval nehezebb, mint, mint, a decemberi volt, de, de nagy vonalakban nagyon hasonló dolgokat kell edzeni mindenkinek. Tehát mindenki grantúra készül, mindenki hosszú versenyekre készül, mindenki ugyanazt a sportágat tűzi. Úgyhogy az, hogy most valaki hegyre készül, vagy sprintre készül, az, az eldől a specifikus munkába az edzés közbe. de általában úgy néz ki nekünk egy, egy, egy edzés, hogy három csoportra vagyunk itt most szedve, Három csoport volt már decemberben is, de akkor ugye nagyobb a létszám, tehát az egy kicsit nekem túl sok volt, meg szerintem mindenkinek, kicsit túl nagy a csoport, keveset jutsz az érre, keveset tudsz úgymond dolgozni, úgyhogy itt egy picivel jobb, hogy kevesebben vagyunk, meg még néha azt a csoportot is mi magunk, srácok egymás között szétszedjük, hogy legalább egy pár méter különbség legyen köztünk, mert, mert, vannak olyan részek, ahol mondjuk egy órán keresztül csak ugye gurul az ember szélárnyékba, mi nem, nem ezért vagyunk itt, hanem ha már itt vagyunk, akkor szeretnénk nagyon keményen dolgozni, úgyhogy ez a három csoport általában 10-15 perces különbséggel indul ugyanazon a körön. Minden csoportot autókövet, frissítővel, edzővel, csapatvezetővel nézik a, az edzést, segítik az edzést, hogyha bármi technikai gond van, akkor azt is ugye természetesen segítenek megoldani. Mi pedig csináljuk közben a, a különböző részajainkat. Például az Olaf, ő, ő, általában egy picivel hamarabb az haza szokott jönni, ő az egyedüli, akinek vannak ilyen külön körök csinálva, neki még nem feltétlen kell 30 órás heteket menni, ugye egy ilyen sprinternek azért necces ilyen hosszúakat edzeni, mert kell is, hiszen túl akarja érni a hegyeket, meg a, a versenyeket, de amikor ilyen sokat edzel, akkor, akkor nincs az a, az a kaja mennyiség, ami, ami elég ahhoz, hogy ne fogjon az izmod, meg a gyorsaságod ne csökkenjen, úgyhogy neki ez egy elég, vagy inkább az edzőknek úgy mondom, ez egy elég necces dolog, úgyhogy beletrafáltál vele, de rajta kívül mindenki ugyanazt a kört nyomja, ugyanannyi órát általában plusz minus fél óra a különbségekkel, kinek mennyi kedve van a végén még egy kicsi extrát hozzárakni. Úgyhogy igazából ugyanazt csinálja minden csoport, majdnem minden nap, és akkor másnap egy teljesen másik csoport, úgyhogy itt tök jó, hogy vegyítik a csoportot, mindenki tud mindenkivel beszélgetni, ismerkedni, úgyhogy ez, ez így nézett már ki az előző csapatokba is nekem. Te kivel voltál együtt itt most, melyik csoportba kerültél? Hát teljesen random mondom, tehát mondjuk elmondom, hogy holnap kivel leszek, már nyitom is a WhatsApp-ba, ugye beküldik a, a táblázatot, január 16-a, én az első csoportban leszek benne, a Fanártal, a Per, Hagenesszel, Dylan Fanbar lesz Attila és egy Demon Grát, aki a development teamből jön fel. Tehát ezzel, ezzel a kisebb csoporttal fogok menni egy négy és fél órát, de ez nem jelenti azt, hogy a, a többi nap is így mennénk. Tehát, hogy még. nem tudom, a, a Szeppe például, még nem is mentem az elmúlt 6-7 nap alatt, valahogy mindig úgy jött ki, hogy ő másik csoportban volt. Én elég sokszor utolsó csoportban voltam, amit én kedvelek, nem kell annyira korán kelni, picivel lehet később érkezni a reggelihez is, úgyhogy ez így teljesen random, hogy ki mi alapján kezd, és nincs így igazán súly, meg, meg versenyző típusa így, így, összerakva, mert igazából mindenkinek mondjuk enduran zónába kell menni, ez hasonlít és szerűen két és 300 watt között, és közbe csináljuk a, mindenki azt, amit az edzője előír neki, úgyhogy ez, ez gyakorlatilag teljesen kivitelezhető bármilyen versenyzőknek, tök mindegy, hogy a Eduardo Affini megy a Bentulettel, amikor van köztük mondjuk 30 kiló különbség, akkor is nagyjából ugyanaz az edzés nekik is. Na ezt pont szerettem volna kérdezni, hogy te mi alapján végzed a napi feladatot? A saját edződ leírja neked előző este, vagy nem tudom, ott vannak zémanék a kocsiba, és ők mondják, hogy most itt 10 kilis hegyet mászunk. Hát rádió nincs közbe velünk, tehát hogy mi hát pontosan tudjuk reggel. előtte, hogy fontosan tudjuk így van előre, hogy mit fogunk csinálni. Ezt amúgy általában mi döntjük el a kört, hogy mit szeretnénk menni, az óra számban megadva. Általában a Tízben ó, rakja össze a, a köröket, meg a Tos szent, de még inkább a tos, mert ő itt lakik nem messze, ahol most edzőtáborozunk, ő már nagyjából tíz éve itt él Spanyolországban, úgyhogy pontosan tudja az összes utat. Amit meg nem, az pedig ilyenkor úgy szeretne bejárni, hogy van autós kísérés, úgyhogy hogy néha elég extra kis, kis utcáskákba tévedünk, csak hogy ő is szerelővel tévedjen a gravelökre, ne pedig, ne pedig egymaga. Megvan így a kör, megtervezzük, hogy, hogy merre megyünk, milyen hegyeket mászunk, és utána az edző, beszélnek össze, tehát az összes edző általában itt van az edzőtáborokban, nem végig, az én edzőm most ma, ma megy haza, most 15-e van, tehát az tábor vége előtt egy picivel, neki is azért van két, vagy talán három gyereke is, ha jól tudom, várják otthon. De, de minden nap beszélnek az edzők, és mindenki megbeszél, hogy akkor mi az adott napi feladat. Tehát a, a nagy vonalakba ugyanazt tetszik. Tehát amikor endurance van, akkor mindenki endurance megy, hogyha a VO2 edzés van, akkor az, hogyha a threshold, a laktát küszöböt fejleszük, akkor általában mindenki azt fejleszti. Vannak kicsi különbségek, de hogy ugyanaz a napi rutinja mindenkinek. Igazából ezzel mondjuk az Olaf kivétel, hogyha a VO2 nap van, ami ilyen rövidebb, nagyon intenzív résztávok, akkor, akkor mindenkinek az van igazából, és így tök egyszerű összeegyeztetni a, a programot, de az, hogy már egyénileg ki hány percig, milyen vatton, pontosan miket csinál, milyen lábfordulaton, ezt már az edző határozza meg, úgyhogy nekem is be van írva, az edzőm dönti el, hogy, hogy mit fogok csinálni, és akkor megcsinálom, aztán összevárjuk egymást, azt folytatjuk az edzést tovább. Ha van még résztáv, akkor a másik hegyen megcsináljuk, hogyha nincs, akkor pedig csak szépen lenyomjuk a kört, és jövünk haza mi minősül lájtosnak egy edzésnapon, meg mi minősül durvának mondhat szintet, meg órát is? Nekem inkább kicsit a résztávok határozzák meg, meg, meg az aznapi, hogy is mondjam, forma talán, de hát nincs ilyen, hogy aznapi forma, hanem, hanem egyszerűen az érzések. Tehát, hogy ő tegnap egy elég hosszút mentünk, 200 km fölött, és, és nagyon könnyedén ment, nagyon jól éreztem magam, pedig nem is volt kifejezetten sok kaja nekem aznapra írva, se így kifejezetten napközben. Nem volt annyira vészesen sok, meg a bringán nagyon-nagyon alacsony volt, de én ezt már megszoktam a, a múltamból, hogy úgy mondjam, úgyhogy engem ez nem kifejezetten zavar, és ez ezek alapján nem mondanám a, 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 tegnapi majdnem 7 órát sem nehéznek. Tehát, hogy ez, ez csak megítélés kérdésen állunk már vannak olyan napok, amikor mondjuk három-négy órát edzünk, és, és, abban vannak olyan intenzív résztávok, ami végén akár mondjuk a hányinget is kerülget egy kicsit, az, az, egy nehezebb nap, de összességében azt érzem, hogy egy picit lassabban edzünk, mint tavaly, nem, nem átlagsebességre, szintre vagy kilométerre, hanem kicsit még tudatosabban, még összeszedettebben, nem sietünk igazán, azt érzem az edzéseken, sokkal fontosabb az adaptáció, a regeneráció, úgyhogy nem érzem úgy, hogy túl lennénk hajszóba elég durva heteket tudok magam mögött, és még így is teljesen azt hiszem, hogy ki vagyok pihenve. Mondjuk ez, ez nyilván a kajálásnak is köszönhető, a mindennapos masszázsnak, meg, 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 annak, hogy nincs más semmi dolgunk, csak feküdni az ágyba azon kívül egész nap. Nem tudok neked egy ilyen számot mondani, hogy nem tudom, 100 km fölött már azért nehéz, mert van, hogy 200 is könnyű, van, hogy száz is nehéz. Nagyon sokszor használod azt a szót, hogy a résztáv tud segíteni azoknak a nézőknek, hallgatóknak, akik ennyire nincsenek benne, hogy ez egészen pontosan Mit jelent? Most nyilván nem kell, hogy itt titkokat árulj el, de tudsz mondani egy példát, hogy mi az, hogy mondjuk résztávozunk? Persze, például nálunk dupla napok is vannak. Most nem tudom, melyre egy sokkal bonyolultabbat hozok, de... Kezdjünk az, az alapoktól. Jutott, ez, jutott, ez jutott hirtelen eszembe. Jó, akkor kezdjük az alapoktól. Nem, nem dupla nap van, egy sima nap van. tempótréning. Ez azt jelenti, hogy mondjuk négy órát megyünk, egy ilyen, hát ez nagyjából 120 kilométert jelent, két és három ezer szint között, és ez alatt mondjuk kell csinálnom négyszer nyolc percet ilyen közepes tempón. Ez nekem azt jelenti, hogy megyek kétszer nyolc percet egy hegyre, általában azért így, mert ugye nem, nem itt se ilyen óra fölöttiek a hegyek, tehát megyek nyolc percet mondjuk az FTP-mnek a 80%-án, aztán megyek két percet lassan, egy picit regenerálok, majd megint 8 percet így. Aztán átérek a következő hegyhez, eltelik 20-30 perc, és utána megint ugyanezt megcsinálom. Ez egy elég lájtos nap, ebbe semmi extra nincs, ezt ö, időfutam bringával csináltuk egy pár nappal ezelőtt. Ott pont az attól kellemetlen, hogy időfutam pozícióban már azért ez a tempó is hát eléggé fárasztó, vagyis több a fájdalom a lábakban, mint, ö, mint a sima bringám, de amint mondjuk kiállsz a nyerekből, vagy, vagy hazaérsz egyből, elmúlik ez a ez a laktát kimegy a lábokból, érzed, hogy azért nem volt ez egy olyan vészes edzés, ez egy ilyen átlagos edzésnap, ez, ez, se nem könnyű, de, de ez még azért messze van a, a kifejezetten nehéztől. Ha visszagondolsz a feladatokra, nagyon más a Jumbo, illetve a Viszma, mint ami volt a CCC-nél, illetve az FDZ-nél? Vagy egy nagy újdonságok ilyen szinten már nincsenek, esetleg az intenzitás vagy az ismétlés szem változik? Igazából nagy különbségek, meg újdonságok nincsenek. Egy picit azt érzem, hogy tudatosabb, tehát jobban tudják az edzők, hogy mikor mit csinálnak. Sőt, ez biztos, tehát hogy meg is tudják magyarázni, hogy, hogyha én szeretnék egy kicsit gyorsabban menni, vagy többet, akkor azt miért ne. Tehát ettől, ettől profibb ez a csapat szerintem, hogy a szakemberek, akik itt vannak, ezzel alatt gondolok az edzőkre például, ő meg tudja mondani nekem, hogy ha befejeztem a résztávokat, akkor miért csak 200 watton menjek hazáig, és miért nem mondjuk 300-on, ami nekem hát problémát okoz, mert én szerettem nyomni, úgy nőttem fel, hogy, hogy az, az, a filozófia járt át engem mindig is, hogy minél jobban el vagy fáradva edzés végén, annál többet ér az edzés. És egy párszor ez igaz, néha kellene ilyen napok, de nagyon kevésszer. És ezt volt nekem sok idő megtanulni, vagy ezt tanulom még mindig is. Ebbe más a Visma Laser Bike, vagy, a, vagy, vagy tavaly ebbe volt más, nem már a Jumbo Visma, hogy nem kell minden nap meghalni, nem kell minden nap brutálisan ö, nehéz edzéseket csinálni, hanem tudni kell, hogy mit, mikor, hogy mondjuk heti hány percet kell a VO2 zónába eltölteni, ami, ami a maximális fejlődéshez kell, és a fölött már az csak igazából kontraproduktív, úgyhogy én mindig szerettem ilyeneket csinálni, hogy mondjuk menjünk hat órát, nyomjuk végig izomból, és utána még edzőtávolon még egy kondizni is menjünk el a végén, mert ráérünk, meg mert ezért vagyunk itt, és akkor hú, de jók leszünk. De hát nagyon kontraproduktív az egész, semmi értelme. Úgyhogy ebben más a többi csapat, hogy többi csapatnál kicsit úgy magára van hagyva az ember, vagy az edző is magára van hagyva, úgy érzem, és ők se tudják pontosan, hogy mit kéne csinálni, ezért ők úgy vannak vele, hogy, hogy a több az jobb, itt pedig a, sokszor azt érzem, hogy a, a kevesebb az több. Mi az edzés pihenő nap elosztás úgy nagyjából? Most itt, hú, nem is tudom pontosan hány napot vagyunk, de úgy jön ki, hogy három nap edzés, pihenő, aztán most volt egy kétnapos blokk, ma töltem az utolsó pihenőt, és most még három nap, és utána ha megyünk haza, általában kettő vagy három nap az edzés pihenés és kombó háromnál igazából sosem több. Visszajössz az edzésből, de itt szó szerint bekanyarodsz a hotel parkolójába, akkor mi az a feladat, amit meg kell csinálod, mert rémlik még nyáról, hogy ti ilyenkor egyből töltitek a futkócsot, gondolom a napi vacsora miatt, illetve te írsz valamiféle feedbacket az edződnek, ilyen napi érzések, hogy jól esett, rosszul esett, kétszer ennyit bírtam volna, stb. Úgy néz ki, hogy befordulunk igen ide a parkolóba, Szabó Miki itt mosolyog a karosszékbe is vár, eh, hogy lemoshassa a bringánkat, nem ő amúgy a development van, is, hogy a másik a fiatalokat várja. Megkapjuk a recovery drinket, már ki van készítve, ez általában azért csak a hosszabb napok végén van, jövök is egyből a szobába, egyből fürdés, összekészítem a szennyest, és megyek le kajálni, miközben megyek le, pontozom az edzést, hogy, hogy mondjuk egy tízes skálán mennyire volt nehéz, hogy a résztávok mennyire voltak nehezek, és leírom az érzéseimet az aznapi edzéssel, ami sokszor csak annyi, hogy meg volt, szuper volt, jól éreztem magam, vagy hogy itt fight, ott fight, vagy hogy magasabb volt a púzusom, mint amennyinek szerintem kéne lennie, vagy alacsonyabb volt a púzus. Aztán ilyenek is, igen, hogy bírtam volna többet, vagy hogy közel volt a limit, de ahogy előbb mondtam, ez azért ritkán fordul elő. Úgyhogy megírom ezt az egész feedbacket az edzőnek, ezt sokkal-sokkal intenzívebben meg kell írjam, mint tavaly. Az idei edzőm az nagyon, nagyon ad ezekre, meg nagyon háklis is ezekre, még a pihenőnapon is meg kell írjam, hogy milyen volt a pihenőnapi edzés. Igazából odaírom, hogy jó volt, aztán egyáltalán ő már enni körül. Ez megvolt, és utána pedig igen, beírom a food hogy aznap mennyit ettem a bringán, igazából megvan pontosan, hogy mennyit kell, és, és az a lényeg, hogy ezt mennyire bírom tartani. Nekem sose azzal van a baj, hogy túl sokat ennék, hanem, hanem hogy meglegyen az a, a, az a szám, amit a bringán el kell fogyasszak, meg kell legyek, azok annyi, annyi szelet, annyi gram meglegyen, aztán azért gra, szelet és szelet között is van különbség kalóriába, ezért fontos a dietetikusoknak látni, hogy mondjuk 5 óra alatt meg lehet enni azért egy 2000 kalóriát, nem mindegy, hogy csak egyet ettél meg, vagy kettőt, mert az fontos pótolni, úgyhogy igazából vissza kell emlékezzél, hogy mennyi, hány kulacsot ittál meg, és, és hány szeletet, meg gélt, meg rizs amit a masszőrök csinálnak, abból mennyit ettél meg. Igen, és mielőtt valaki megkérdezni, ez pontosan egy ilyen táblát tesznek föl, és úgy vágják ki, tehát a rizs pont ugyanannyi az összes úgyhogy nem kell így hasonlítés szerűen, ahogy csak a csücskét tetted meg, vagy egy nagyobb szeletet kaptál el, pontosan 25 g az összes. Úgyhogy ez beírod, és ez alapján számolják majd a vacsorádat, így van. Tehát akkor ez olyan szintű részletesség, hogy nem mindegy, hogy milyen ízesítésű szeletet ettél, és akkor azt is feltünteted, hogy most megálltunk Jonaszékkal, elfogyott egy presszó, meg egy szelet süti. Ez általában csak pihenő napon van, hogy egy süti lecsusszan, azt lefutózod általában, és küldöd a dietetikusnak, ő próbálja akkor ő kitalálni, hogy, hogy ez mennyi volt, odaírod, hogy nem tudom, ez egy sajtorta volt, az, az nyilván azért egy nagy löket, egy pihenőnapnak kalóriába, akkor vacsorára nem sok mindent fogsz enni, vagy egy, nem tudom, egy kis keks vagy valami. Ma nem voltam, ma nem volt arra időm, hogy megálljak így kávézni, amúgy meg nem az íz határozza meg, hanem nem tudom, egy zapszeletbe jóval több a kalória, mint egy gélbe. Mert a gél ugye az csak víz, meg cukor gyakorlatilag, de ugyanúgy 30 g cukor van mind a kettőben, és mi, mi a szénhidrátot nézzük, ugye a cukrokat. De a, egy, egy van még más is mellette, úgyhogy igazából aki okos, az géleket nyom. <laughs> meg, meg, ilyen haribószerű, ilyen kis zseléket, mert abban nincs semmi igazából, csak cukor. És neked az kell edzés közben, vagy a mostani tudásunk szerint arra van szükségünk edzés közben, és, és úgy nyersz gyakorlatilag kalóriát. Tehát, hogyha meg kellene, hogy óránként kettő szeletet, itt nálunk minden 30 g kivéve ez a masszörök által készített rísszelet, azon kívül mindenben 30 g cukor. Tehát bármit elveszel az asztalon, az egy. És akkor gyakorlatilag úgy van egy edzés, hogy most három szeletet kell megegyél, tehát 90 g -ot. Hogyha három zselét, eszel meg egy órában vagy három zapszeletet, akkor azért nagy a különbség kalóriába. Csak hát ugye nem akarsz minden edzésen géleket iszogatni, meg, meg szeretnéd edzés közben is úgy érezni, hogy van valami a gyomrodba, azt a gél nem adja meg, csak az abszelet, úgyhogy ez egy ilyen egészséges balansz, amit meg kell találni mindenkinek. Az adott napi vacsora az mindig az előző edzés nap, illetve az adott napi edzés alapján áll össze, tehát ha durvát mentetek, akkor bőségesebb is az esti vacsora? Igen, általában mindig átkalkulálják, nagyon ritkán lehet ezt kiszámolni előre, de ugye nyilván a reggeli, meg az ebéd, meg a, meg a napközbeni kajálások is azért hozzá vannak igazítva. Tehát egy hat órás nap előtt nagy a, nagy a reggeli mennyisége is, mert nem tudod azt csinálni, hogy egy kicsi reggelivel, kicsi ebéddel aztán majd eszel egy ilyen étteremnyi vacsorát. Tehát próbálják elosztani, és előre az edzőkkel, meg a, meg a dietetikus is azért ért az edzést tervezéshez, megírják, hogy most 6 órát fogunk menni, mondjuk ilyen intenzitással, nagyjából ennyi kalória égetésre számíthat, vagy számíthat a, ha számíthatnak a, a séfek, vagy a dietetikusok, és akkor mikor beértél, megadod, hogy ugye mit tettél a biciklin, és ezeket így összefésülik, ezeket az adatokat, hogy mennyivel kell több kalória. Nekem eddig mind, hát legtöbb mindenkinek általában alá van lőve, mert sokkal egyszerűbb a vacsorához pluszba hozzáadni, mint elvenni egy nagyobb edzés után valamennyit még a vacsorából. Úgyhogy ez így néz ki ez a, ez a program nekünk, és így tud számolni, hogy te most elérted-e az egyensúlyt, vagy deficitbe vagy-e, vagy, vagy esetleg híznot kell, vagy, vagy izmot növelni nézed ugye a makrókat is, tehát hogy a protein vagy a szénhidrát szám elég. Úgyhogy azért ez, ez igen elég sokat fejlődik még most is, amióta itt vagyok, és, és nagyon durva, hogy mennyi mindent így ilyen szisztematikusan lehet igazából vezetni. Esti vacsora teszed, vagy mint az étteremben jön a szakács, esetleg a dietetikus is elé teszi a tányért? Nem, nem, magadnak szeded, tehát svéd van, a mérleg ott van, és, és magadnak szeded a kaját. Tehát, hogyha nagyon éhes vagy, akkor szedhetsz nyugodtan többet, ez nem hadsereg. Egyszerűen az egy, az egy, az egy guideline, amit, amit kapunk, tehát egy ilyen útikönyv, úgymond, hogy, hogy mi az nap neked a tökéletes, hogy tudjál regenerálódni is, de hogy a célodat elért. Például én szeretnék még azért egy-két kilót fogyni a versenyszázon kezdetéig, akkor, akkor ki van számolva, hogy most ennyit meg kell lenni ennyit meg kell lenni vacsorára, hogy hogy újra tudj másnap százszerzalékosan edzeni, de ne kezdj el mondjuk sírt raktározni, hanem lehetőleg azért deficitbe legyél egy, egy, egy picit egy ilyen edzőtábor során. Ott vannak a különböző dolgok, általában próbálják nem túl misztifikálni, mert ugye ilyen 15 féle dolgot külön letárázni és, és méricskélni egy tányéron az, az nem túl hát praktikus, mert hogyha 20-an beesünk időbe, akkor azért sok idő, mire az utolsó sorra kerül, úgyhogy általában egy ilyen 4-5, maximum 5-6 dologból tevődik össze a kaja, egy szénhidrát, egy, egy mondjuk egy hús, aztán egy csaláta meg, meg, a végén kenyér, és arra esetleg lekvár, vagy, vagy valamilyen cukros valami még a végére. Meglepően sok cukra teszünk amúgy ö, vacsorához is, meg gyakorlatilag minden étkezéshez. Mert csomószor elmondtad, hogy egyáltalán ne úgy képzeljük el, hogy te éhezel, sőt, de hogy így belegondolsz, és indítsunk a reggeli felkeléstől, te hányszor eszel per nap? Csak úgy nagyjából. Hát ha bringát nem számoljuk, akkor ötször. Akkor kezdesz egy reggelivel. Igen, utána edzel, utána nyilván ezzel a bringán is, utána kb. amilyen gyorsan csak tudsz, megvan az ebéd, délután van egy délutáni uzsonna. Na, az euh, micsoda, bocsánat, ez... hogy szabadba vágok, az kb. úgy mi? Hát azért, az nagyon változó, általában ilyen uh, kis süteményszerűség, vagy joghurt, uh, granolával. Most uh, ma pihenőnap van, szóval majd egy ilyen kicsit lájtosabb, egy ilyen smoothie lesz, egy kis uh, granolával, azt hiszem, ha jól láttam. Ugye látjuk előre, hogy mi lesz az aznapi menü, meg akár egész hétre előre is látjuk, hogy mi a egy ilyen edzőtáború, vagy egy verseny során mi a menü. Most egy ilyen ö, málnás, banános, nem tudom, ilyen mix, ilyen kicsit ilyen ivó és akkor meg egy kis granola, hogy egy picit szénhidrát is legyen, vagy picit több szénhidrát is legyen, meg ebbe, ebben nyomnak azért rendesen fehérjét, tehát ezek az nekek ilyen fehérjedús dolgok. Utána ugye vacsora, és még este is van egy ilyen jogkurt lefekvés előtt, egy ilyen, ilyen eveningsneknek hívják ők, én ezt szeretem igazából így elhagyni, mert azt érzem, hogy ez, amire már nincs kifezetten szükségem, de nyilván ők jobban tudják, úgyhogy igyekszem inkább lekommunikálni velük, hogy ezt szeretném kihagyni, és nem pedig csak a magam útját járni, úgyhogy ebből az ötből tevődik össze. Azért általában edzünk elég sokat, hogy én is úgy érzem, hogy bőven könnyedén lecsúszan azért ez az öt. Beszéljünk számokról, ha nem titkosak. Mennyit mentek egy héten? órába, kilométerbe esetleg szintbe, ha elárulhatod, mennyit mentek egy egész edzőtábor alatt. Ha jól emlékszem, akkor te kiraktad, talán vagy az új év első napján, vagy dec 31-én a 2023-as strávádat. Azért ott 328 aktív napod volt, ha jól emlékszem, meg több mint 33 ezer kilométer, ez nem kevés. Hát na látod, Geri nálad sokkal jobban felkészült hallgatók lesznek, mert pontosan tudják ezeket az adatokat, meg azt is, hogy ezek nem titkosak. A VAT és a púzus számot azt kérték, hogy vegyük le, már tavaly év elején, de én minden nap töltöm minden edzésemet a Stravára, úgyhogy ma is lehet látni, hogy mit csináltam meg, meg az egész héten. Amióta itt vagyok már szerintem, hát lassan, lassan, az 50 órához közelítünk. A múlt hét az nagyon hosszú lett, az 30, majdnem 33 óra, a két kondival együtt. De hát ilyen 100 és 200 km közötti edzések volt, egy dupla nap, akkor ilyen 100 km volt a reggeli edzés, meg még 70 volt délután. Inkább az óra a lényeg, amúgy nekünk nem a szint, meg a, meg a kilométer, de minden fent van a, a straván, hogyha valakit érdekel, meg tudja nézni, hogy hogy aznap mit, mit edzettem. Van, amúgy nagyon sok lett tavaly évben is, idén is remélem, hogy, hogy azért hasonlóan sok lesz. Engem motivál, hogyha hogyha látom, hogy így nőnek ezek a számok, még ha tudom is, hogy nem ezen múlik amúgy, hogy tudok-e versenyt nyerni, vagy nem egyszerűen elégedettséggel tölt el, hogyha minél több órát töltök el a, a nyerekbe. De van amúgy, aki nálam sokkal többet egy kilométerbe és színbe is. Van, akinek ez jó. például a Szebkusz is többet edz nálam színbe is, kilométerbe is, azt hiszem többet ment Andorrába, ami azért elég kemény, mert én azért sokat edzettem Magyarországon is, egész sokat ahogy sokkal jobban gyűlnek ugye a kilométerek. Tudom a Jonasról például, aki nem tölti amúgy a Stravát, hogy ő pedig jóval kevesebbet edzett, mint én kilométerbe, meg szintbe is, meg gyakorlatilag mindenbe. És hát mondjuk úgy, hogy a teljesítményünk még nem, ettől még nem, nem kezdett el közeledni egymáshoz. Játszunk el a gondolattal, feltöltenéd a pulzust is a vattyaid mellé, majd egy UAS edző leül és kielemzi. Most mit tudna meg belőle decemberbe, vagy januárba, vagy Walter Attila, esetleg Jonas Wingegor miket megy? Hát az én adataimból annyira nem sokat, mert túl sok tényező lenne, amiből ő ki tudna olyan infót halászni, ami neki hasznos lenne, a Jonászra nézve. A, ha én tölteném, abból sok mindent ki tudna halászni, de én nyilván nem vagyok akkor nagy hal, hogy valaki erre, erre időt szálljon. Most még jelenleg ott tart a sport, hogy a, a top 10-20 embernek éri meg talán az ilyesmiket kiszámolni. Nem nekem, nem az én adataim alapján, de sose tudhatod, hogy egyszer, egyszer leszel -e olyan szituációban, vagy ott fogsz-e tartani a karriered során, és akkor is visszamenőleg meg tudják mondani, hogy például mi az a kiló ugye mi az a kalória szám, ami fölötte már lényegesen elkezdett csökkenni. Ezt igazából, ha feltöltöd a vattokat a szravára, ezt ki lehet számolni. Ezt a Jumbo is előszeretettel használja, mert, mert, mert ez egy versenyelőny igazából. Olyan, mintha egy foci csapat a stratégiáját feltölteni, a, vagy a játékosok állapotát ugyanígy valamilyen platformra, és ezzel, ezzel le tudod követni, hogy hogy kinek mi a gyenge pontja, ugyanúgy, hogy kinek mi az erőssége. Úgyhogy nem feltétlen az lenne a baj nekem, hogy én feltöltöm, hogy most nem tudom, tegnap 220 átlagvattot mentem erre a 6-7 órás edzésre, az abból nem tudsz meg semmit. De ha már esetleg egy tesztet felteszel, vagy, vagy esetleg aeroteszteltek és arról feltöltesz infókat, azért elég sok mindent el tud árulni, és igazából semmi értelme feltölteni, csak tényleg a az önfitoktatás, amit én igazából szeretek, csak nem megértem, okos. hogy miért. Nem okos, tehát hogy semmi értelme nincs feltölteni, úgyhogy a Jonas is amúgy használja a Stravát, csak privátom minden edzést, én se látom amúgy, hogy otthon ő miket csinál, miket edz, nem csak a wattot, hanem a, ugye a kilométert sem, meg az órát sem, meg semmit. Nem kell másoknak neki se bizonyítgatni, hogy, hogy mit megy. Én amúgy szeretem a, a Stravát használni, szerintem egy nagyon királyabb, amit már igazából a social médiának lehet tekinteni, de mégis, hogy ki mennyit ez, hol van, mit csinál, szerintem ezek tökérdekes dolgok, de nem okos így feltölteni, de mondom, én még azért messze vagyok attól a szintől, tehát senki se azt így, hogy azért nem töltöm, mert én attól félek, hogy akkor majd nem tudom, az UAE kitalál ellenem egy taktikát, van, van egyszerű módja is annak, hogy engem megverjenek, például az, hogy megvernek simán, nem kell ahhoz számolgatni, de akkor, mikor túrt akarsz nyerni, akkor már, akkor a számítanak amúgy ilyen dolgok is. Szokásos buta kérdés, játszunk el megint csak azt mondom a gondolattal, te odamész Jonászhoz, és elkéred tőle saját részre az előző heti számait. Odaadná, vagy ezt még neked se? De, oda, persze. Szoktunk róla beszélgetni. Tavaly Te a tenerife együtt voltunk szobába, és, és ugyanúgy megbeszéltük az edzéseket, elkérte a vagy nem elkérte, megnézte, hogy én miket mentem, ő miket ment, nem minden nap, de a kíváncsi volt. Én nyilván sokkal kíváncsi voltam az ő adataira, de neki is mondjuk három-négy évvel ezelőtt még nagyon messze volt attól, ahol most van, és, és pontosan tudja, milyen érzés, sőt, nem is igazán változott, nem látom rajta, hogy ebben változott volna. Egyszerűen ő is kíváncsi arra, hogy, hogy én mit megyek, hogy, hogy mások mit mennek, és, és szívesen elmondja, hogy, hogy ő mennyit megy. Sőt, sokszor amúgy büszke rá teljesen egy edzésen, tehát még kérdezni se kell. Nyilván nem mindenkinek mondja, de, de én azt vettem észre, hogy velem így tök nyitott ebbe a kérdésbe, mert én se kezdem el utána mondogatni másoknak. Igazából nagyon hasonló vattokat megy, mint én, csak jóval könnyebb. Tehát, hogy igazából ugyanakkor a motorral közlekedünk, csak ő egy kisebb járművel. Ez az oka, hogy jó vagy gyorsabb fölfele. Ez tök jó ebbe a csapatba igazából, hogy bárkinek így az adatait elkérhetem, meg az edzőktől is. Tehát megkérdezhetem, meg hogy nem tudom, a fanárt mit edz, vagy mi a maximum egy percese, vagy mit tudom én. Tehát ilyen adatok, ami, ami igazából itt léve egy, egy kis idő után kicsit olyan banálisnak tűnik nekem, hogy ilyeneket kérdeznék, de de ha megkérdezném, akkor csak így néznének egyet, hogy hát ez fura a kérdés, meg hogy miért ezzel foglalkozom, miért nem magaddal, de, de amúgy ennyi, hogyha érdekel, meg ha ez neked jó. Oké, okay, jön egy olyan téma, ami szerintem nagyon sok mindenkit érdekel, és pontosan tudom, hogy nem feltétlenül fogod elmondani az igazságot, semmi közünk nincs is hozzá. Én azt írtam fel magamnak, hogy kérdezzelek meg arról, hogy az új igazolásokkal mennyit tudtál beszélgetni, de mivel mondtad, hogy ügydebrükszel voltál egy szobában, ezért meg kell, hogy kérdezzem, hogy egyrészt ő milyen srác, illetve ez az elég nagy port zaklatási ügy kettőtök között mennyire jött szóba? Egyáltalán gondom nem kérdezel rá, nem tudom, hogy ő magától mesélte egyáltalán, és akkor ez a kérdés része, te ezt igaznak tartod el, hiszed? Ezt a zaklatásos dolgot mi együtt nem átbeszéltük, de hogy így volt róla szó, nyilván már decemberben velünk edzőtáborozott, már akkor mindenki tök kíváncsi volt, hogy most itt mi történik és ő már ott elmondta, hogy igazából nem érezte kifejezetten jól magát a borába, szerettek volna még egy évet aláírni vele, 25-re, és mondta, jelezte, hogy, hogy ő nem szeretne 25-ben már semmiképp ott maradni, és akkor lettek vele már a vezetők is kicsit hát negatívabbak, nyilván ők is érthető okokból, hiszen ha tudod, hogy a versenyződ még 24 be is ott lesz, akkor nem biztos, hogy, hogy ugyanúgy mindent megteszel érte hiszen ők is gondolhatják, meg nyilván ezt a Jumbo is tudja, hogy ő nem 24 ben ér, fog a csúcsra érni, hanem mondjuk 25-26-ra. De ha a borának miért érdeke az, hogy a lehető legtöbbet megtegye érte, ha úgy is, így is úgy is el fog menni, gondolom ez, ez, ez a cián fejébe is így összeállt, és azt mondta, hogy, hogy akkor nem akarom megkísérelni azt, hogy mondjuk nem megyek Grand tour a borával 24-ben, mert, mert megharagudtak rám, hanem, hanem már hamarabb el szeretne onnan jönni. Azt mondta, hogy ezek a zaklatási dolgok, ezek, ezek nem érezte jól magát, de ezt nem tudom pontosan, hogy értette, de azt mondta, hogy ilyenek, hogy WhatsApp csoport, meg ilyen furcsa, extrém dolgok, ilyenek egyáltalán nem voltak, és ő nem is mondott ilyeneket. Aha. Úgyhogy nem érti azokat az interjúkat, hogy miért írtak ilyeneket, hogy hogy WhatsApp csoport volt, ahol őt kibeszélték, mert hogy ő nem mondott ilyet, és ő nem is tudott ilyenről. Itt most mindenki szereti, már lassan két hónapja itt van, senki, senkinek egy szava nem lett igazából rá, mert egy egy csendes, tisztelet tudó, tök rendes gyerek. Tehát én el nem tudom képzelni, hogy mi változik meg mondjuk egy év alatt, vagy kettő év alatt, annyi, hogy nagyon-nagyon ambiciózus, ami lehet, hogy a mondjuk az idősebb generációt a borában már kicsit zavarta, tényleg olyan, hogy nem tud 10 percet a fenekén ülni, akkor inkább elmegy kondizni, elmegy nyújtani, elmegy még biciklizni a pihenőnapon is kétszer, meg, 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 ilyen dolgok, ami, ami meg majd nehéz dolog lesz az edzőknek is itt, hogy hogy fogják vissza, mert ő nagyon, szerintem nagyon sokszor kontraproduktív, de például magamból kiindulva én is tudom, hogy imádtam, meg én a mai napig imádok többet edzeni másoknál, meg azt érezni, hogy én mindig többet csinálok, ő, ő még extrán jelen, meg el is bírja. Tehát azért neki is ő, láttam a teszt eredményét, amit ugye nem, vagy beszéltük is itt a szobában, hogy mi, milyen tesztet ő, nyomtunk itt a héten, és azért elég, elég komoly számai vannak neki, egy ős tehetség. Ő bírja is a terhelést, de nincs ezen kívül semmi más élete, ahogy láttam. Te, tényleg ő 19 éves, és minden a kerékpározás körül forog, amivel nincsen baj, de lehet, hogy ezért kigúnyolták őt, vagy 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 piszkálták, ezért itt ilyen nincs a, a viszmánál, hogy hogy bárkit piszkáljanak azért, amilyen, úgyhogy itt nagyon jól is érzi magát, azt láttam, de Szerintem sokkal nagyobb fenéklet kerekítve ennek a sztorinak. Annyi a lényeg, hogy nem akart aláírni már most 25-re, és ez nem tetszett a csapatnak, ezért is azt mondta, hogy jó, akkor inkább, inkább elmegy, és nem húz le egy rossz évet. Túl rövid a karrierje ahhoz, hogy egy, egy rossz évet lehúzzon ott, ahol nem szívesen van. Na jó, de ha profi alapos meg kerékpár őrült, akkor lehet a lehető legjobb helyre került. Pontosan. Meg neki szerintem amiért is a legjobb, hogy azon kívül, hogy tényleg itt van az a, szak, az a tudás, ami máshol nincs. Azon kívül tényleg itt vannak olyan emberek, akik vissza tudják fogni őt eléggé. Mert neki soha nem az a baj, hogy alacsony lenne motivációja, vagy bármi ilyesmi. Tehát tényleg az, hogy túl túledzi magát, szerintem, meg, meg nem fejlődik egy idő után már. Pont amiatt, mert folyamatosan fáradt a szervezete. Csak szerintem nem is ismeri, milyen, amikor nem fáradt. Hát itt lesz dolga az edzőknek, hogy ezt így jól levezényeljék, de lehet, hogy ő tényleg olyan versenyző, vagy olyan, olyan adottságokkal rendelkezik, hogy neki folyamatosan páratnak kell lennie, hogy fejlődjön. Edzőtábor, pihenők, szabadnapok, szabadidő. Amikor legutóbb erről a témáról kérdeztelek, kétszer tök jó sorozatot ajánlottál, volt most valami, amit érdemes, amire érdemes rámenni? Ő még mindig ezt a The Boys-t néztem, most fejeztem itt be. Nem kezdtem el kifejezetten sorozatozni, amúgy nem is tudom miért. Ezt a Richard szeretném elkezdeni, ami most number van a, a Prime-on, az Amazon Prime-on, de nem, nem néztem kifejezetten sok videót. Amúgy annyi féle meetingünk van, meg találkozónk, meg ez, meg az, hogy nem tudtam így belemélyülni egy, egy sorozatba. Két kérdés zárásként szerinted, de tudom, hogy ezt nehéz tervezni, mikor leszel legközelebb itthon? A itthon alatt Magyarországot érteném. Lassan bejelentem a, a versenyeimet, és akkor azzal együtt ki is fog derülni, de, de amúgy ö, hamarabb, mint vártam, igazából pont úgy jön ki praktikusan. Hogy is van? Március, hát február vége, március elején már szerintem leszek egy, egy, pár napot Magyarországon, de, de utána nem tudom még, meg, meg, még ez sem biztos. Tehát, hogy még azért az picit odébb van. Most, most Andorára megyek innen haza vissza, és szerintem újra lejövök ide Spanyolországba edzeni majd, hogy kicsit újra a melegebb éghajlaton készülhessek. Oké, okay, a kérdés az pont úgy szólt volna, hogy legalább azt lehet tudni, hogy melyik lesz az első versenyed 2024-ben? Az UAE Tour lesz február 19-től, ha jól tudom. Igen, 19-től van az UAE, úgyhogy ott kezdem az idei szezont, ez egy picit más, mint mint ugye tavaly volt. Emiatt nem is lesz most februárban a Teidei edzőtábor, mert, mert nagyon közel lenne, mert egyből kéne utaznom Teidéről az emírségekbe, ami, ami, ami túl sok így egyszerre. Úgyhogy, úgy, én odáig már nem is leszek a csapata, hanem, hanem egyed, egyedül fogok készülni a, arra a versenyre. Jó, Atti, a többit meg majd úgy is kiírod, de lényeg a lényeg, ezt múltkor mondtad, hogy minőségi versenynaptár. Így van, így van. Jó, köszi szépen, szerintem tök jó beszélgetés volt, Atti, nagyon jó infókat árultál el, aztán majd UE környékén úgyis beszélünk még egyet. Rendben. Köszi én szépen. Is köszönöm a lehetőséget. Üdvözlök mindenkit. Szia, szia hello! Hello, sziasztok!